Tisztelettel köszöntök mindenkit a ma esti webináron. A mai webinár szokásos témája a Skyway projekt, a Skyway technológia. A Skyway második szintű innovációs szállítási technológia és infrastruktúra. A téma ugyanaz, mivel a technika és a technológia nem változik, viszont a mai előadás egy újabb köntöst kapott. Igyekeztem jobban összefogni az eddigi szétdarabolt önállóan építgetett anyagokat, és most egybe az egészet megtartani. Köszöntök még egyszer mindenkit. Akinek kérdése van, az a cseten keresztül teheti fel a kérdéseit. Igyekszek minden kérdésre válaszolni. Remélem nem fog senki válasz nélkül maradni. Hát akkor kezdjünk bele. Anatoly Eduardovics Junicki, ki is ez az ember? Tudós, feltaláló, a Skyway húrszállítás megalkotója és főkonstruktőre. Két ENSZ projekt vezetője, 140 találmány megalkotója az építés, a szállítás, a gépipar, az elektronika és a vegyipar területén. Több mint 200 tudományos munka és 18 monográfia szerzője. Ő a Skyway cégcsoport elnöke. A következő elismerésekkel rendelkezik. Az Összorosz Kiállítási Központ két aranyérmével, két aranyszekérdíja az év projektje a szállítási ágazatban nominációban. Az orosz védjegy három aranyjelvényével, tudomány és a művészet lovagja kitüntető címmel, valamint nemzetközi kiállításokon 30 különböző oklevelet szerzett meg, ezzel díjazták munkásságát. Mi is az a Skyway? A Skyway egy második szintű innovációs szállítási technológia és infrastruktúrája, melyet Junicki, Anatoly Eduardovics mérnök fejlesztett ki. A technológia lényege a földfelszín felett acélkerekeken nagysebességgel haladó jármű, a feszítőoszlopokhoz rögzített több száz tonna erővel előfeszített, tökéletesen egyenes és egyenletes pályaszerkezeten. Korábban húrszállítás néven ismert Skyway technológia kidolgozása 38 évet vett igénybe. Sok kormányzati elismerést kapott és két ENSZ elismerésben részesült. A technológia sajátossága, a környezetkímélő tulajdonsága, ezért a földfelszín feletti pálya építésének környezetében nem szenvedt át a természetes környezet, a bioszféra és a fauna. A Skyway megkülönböztető jellemzői a biztonságosság, a mindenki számára elérhető használat, a megbízhatóság és a magas fokú megtérülés. Miként változtatja meg a Skyway a világot? Környezetvédelem területén jelentősen javulni fog a környezet állapota. Az utak területén megszűnik a zsúfoltság. A balesetek viszonylatában csökken a baleseti halálesetek és a súlyos testi sérülések száma. Az utazásban gyorsabbá, elérhetőbbé és kényelmesebbé válik az utazás. Az építkezés viszonylatában a szállítási és közlekedési struktúra olcsóbbá válik. És a közlekedési útvonalak szempontjából kiépülnek a közlekedési útvonalak a távoli és nehezen megközelíthető helyekkel. Mi a Skyway projekt? A Skyway egy olyan projekt, mely több mint 180 műszaki szakembert és szakértőt egyesít a szállítási innovációk területén. Mik a projekt távlatai? Az új szállítási forma képességei lehetővé teszik a világpiac hatalmas szegmensének megszerzését. A Skyway szállítási rendszer össze lesz kötve a már létező szállítási infrastruktúrákkal. A bányászati iparák számára lehetőséget teremt a nehezen elérhető lelőhelyek elérésére. A Skyway technológiával bármilyen bonyolultságú és hosszúságú út megépíthető, akár kontinenseken keresztül is. Az Atlanti-óceánon átívelő Skyway technológiájú útberuházási költsége összemérhető lesz a Lamás csatorna alatt húzódó csalagút költségével. Mik a technológia összetevői? A Skyway technológia innovációs jellege a már széles körben ismert mérnök és technológiai megoldásokon alapul. A Skyway szállítási rendszer minden egyes alkotó eleme önállóan semmiféle rendkívüli jelleggel nem rendelkezik. Az egymáshoz és a rendszerhez történő kapcsolódások az, ami a példanélküli szerkezeti és üzemeltetési paramétereket adja. Összetevői a sinek fajtái, a sin összetétele, a merevítőrudas pályaszerkezet, az utasszállító unibuszok szerkezete, a kerekek és az irányítási rendszerek, melyek több alrendszerből, így GPS-ből, GPRS-ből, Wi-Fi-ből, GLONASS-ból és egyéb alrendszerekből áll.
Mik a Skyway előnyei? Környezetbarát, gazdaságosság, biztonság és az integrálhatóság. Környezetbarát, mert rendekkel kevesebb a légkörbe kibocsátott veszélyes anyagok mennyisége, hatalmas természetes területek maradhatnak érintetlenek. A gazdaságosság, az építkezéshez felhasznált anyagok nagymértékű csökkentése, kevesebb üzemanyag felhasználás, a mai üzemben lévő szállítási rendszerekkel összehasonlítva. Biztonság szempontjából teljes mértékben kiküszöbölhető a közlekedési eszköz ütközésének lehetősége a gyalogosokkal, állatokkal, gépjárművekkel és más tárgyakkal. És az integrálhatóság területén a Skyway szállítási rendszer összekapcsolható a jelenlegi szállítási infrastruktúrákkal, hírközlési vonalakkal és villamos erő átviteli rendszerekkel. Mik a versenyelőnyei a Skyway szállítási rendszerek? Az építésre fordított tőke költség csökkentése. Ezt úgy érik el, hogy a pályaszerkezethez és az infrastruktúrához kisebb földterület szükséges. Nem szükséges töltéseket, mélyedéseket, alagutakat, hidakat, felüljárókat, többszintű kereszteződéseket és vízapereszeket építeni. Nem kell elkeríteni a nagysebességű pályát. A Hursin pálya költsége nem változik a domborzat, talajszerkezet, a földrajz és klimatikus viszonyok függvényében. A Hursin pálya nagyságrendekkel kevesebb erőforrást igényel a hagyományos szállítási pályákhoz képest. További versenyelőny az üzemeltetési költségek csökkentése. Ezeket úgy érik el, hogy kevesebb energiára és üzemanyagra van szükség. Kevesebb a kiszolgáló személyzet bérköltsége a kisebb létszám miatt. Kevesebb fenntartási és helyreállítási munkát kell végezni. Nem kell a téli időszakban hó- és jégmentesíteni a pályát. További versenyelőnyök. A nagysebességű szállítások önköltsége háromszor, a városi szállítások önköltsége kétszer alacsonyabb. Az új, nehezen megközelíthető, komfortos életfeltételekkel rendelkező területek kímélő elfoglalását teszi lehetővé. Nem kell külön vonalat építeni a villamos energiaellátás, a hírközlés és az adatátvitel számára. Mik a környezetbarát előnyök? Alacsony erőforrás igény a Skyway szállítási rendszer minden életszakaszában. A Skyway szállítási rendszer nem bolygatja meg a domborzatot, az élővilágot és a bioszférát. A Skyway szállítási rendszer nem bolygatja meg a talajt, a faunát és a flórát. A Skyway szállítási rendszer nem zavarja a felszíni és a föld alatti vízfolyásokat sem, az emberek, a vad és házi állatok mozgását, valamint az építési munkákat. Mik a megbízhatóság és a biztonság elemei és tényezői? Az első és legfontosabb a kisiklásgátló rendszer, melyet ezen a dián lehet látni. A képen ugye világos kék színnel látható a maga a Hursin, annak szerkezete is. Ezen van rajta a kerékmotor, a két tárcsa alakú eszköz maga a kerék, mellette a dobszerű szerkezet maga a villanymotor, és annak a szélén a vékonyabb kis tárcsa pedig maga a tárcsafék. Erre merőlegesen kapcsolódik, és a Hursinekhez szorítja hozzá a futóművet, az úgynevezett kisiklásgátló rendszer. Ennek az a szerepe, hogy megakadályozza, hogy a szerelvény a Hursinekről lelépjen, leugorjon, és ezáltal kisiklás történjen. A földfelszín fölé emelt pályaszerkezet százszorosára növeli a közlekedés biztonságát. A kisiklásgátló rendszer pedig tízszeresére növeli a közlekedés biztonságát. A Skyway több millió kilométer biztonságos utat jelent, ami milliók életét mentheti meg évente. És hogy hogy néz ki ez a kisiklásgátló rendszer, illetve maga az axélkerék, van egy nagyon rövid kis videó, amit most szeretnék bemutatni. Így néz ki. Mik a megbízhatóság és a biztonság további elemei? A hószerkezet tartóinak szilárdsága tízszeresen lettek túlméretezve. Magas ellenálló képessége van a rendszernek a jegesedés, a hófúvás és a homokviharokkal szemben. Magas a megbízhatóság extrém hőmérsékleti körülmények között. Ellenálló képessége
De rendelkezik a vandalizmussal és a terrortámadásokkal szemben. Magas a stabilitás a természeti katasztrófák esetén, de speciális kialakítást igényel az építés, tervezésnél és építésnél. Ilyen természeti katasztrófák a földrengés, az árvíz, a viharos szél és a tsunami. Mik az alapvető technológiai eredmények? Ellenálló a hőmérsékleti ingadozásoknak. A sín előfeszítettsége megelőzi a hőmérsékleti torzulásokat, ezáltal a szélsőséges időjárási körülmények között is megépíthető. Magas fokú az egyenletesség. A feszítő pillérek közötti folyamatos húsín szerkezet magas fokú egyenletességet biztosít, és rendekkel kisebb beruházási költséget követel. Zökkenőmentes a menet. Sokkal egyszerűbb, mint a síndarabokból álló hagyományos sínpálya. A szállítóeszköz zökkenőmentesen és az utas számára kényelmesen halad. Aerodinamika. A földfelszín feletti pálya legkedvezőbb feltételek az aerodinamikai tulajdonságok javítására, csökkenti az energiaszükségletet. Ehhez is van egy kis videó, amit szeretnék bemutatni. Látszik, nem raktam ki egy pillanat, és már is kirakom. Tehát így kell elképzelni az aerodinamikát. Ugye látható, hogy mivel a föld felszín fölött van a pálya, ezért mind a jármű alatt kialakulhatnak az úgynevezett légáramlások. Ugyanakkor, amikor egy viszonylag sík felületen halad a jármű, akár gépjármű, akár vasúti jármű, akkor a jármű alatt örvények keletkeznek, mely a járművet fékezi, és ezáltal jóval több energia szükséges annak a mozgatásához. Következő alapvető technológiai eredménye a belógó függővasút hatékonysága, ahol az energia megmaradás törvényét használják fel. Megfelelő szerkezeti paraméterek esetén a Skyway rendszer hatékonysága növelhető a gravitációs motorok használatával. Erről azt hiszem a következő DM vagy kettővel arrébb lesz egy részletesebb magyarázat is. És a forgalmi kapacitás. A Skyway szállítási rendszerek a modern nagyvárosok igényeit is ki tudják elégíteni az utasszállítás és a teherszállítás terén. Ezt többek közt úgy tudják elérni, hogy a járművek a modulok követési távolsága akár 2 másodpercre is lecsökkenthető. És akkor itt van az energia megmaradás törvényének kihasználása a Skyway rendszerben. A megfelelő szerkezeti paraméterek esetén ez a belógó függővasút, a Skyway rendszer hatékonysága növelhető a gravitációs motorok használatával. A gravitáció hatására a Unibus lefelé mozog, és nem szükséges energia mozgatásához, mert a visszanyerhető potenciális energia elégséges erre. Itt lehet felhasználni az úgynevezett gravitációs motort. Ennek többek között az egyik tulajdonsága az, hogy az energia felhasználásával ezek a motorok áramot termelnek, melyet egy akkumulátorba táplálva, az később nélkül felhasználható a jármű ellátására. Felfelé tartó mozgáskor nincs szükség fékekre, a gravitáció fékező hatással van. Ez az úgynevezett gravitációs fék. Energia visszanyerés történik rekuperátor nélkül a fizika törvényei alapján. Az energia visszanyerés hatásfoka itt 100%. És ugye úgy kell elképzelni, mint ahogy ezen a kis rajzon látható. Igen, egyszerű. Ezen a dián az innovatív húrsint és annak elemeit tüntettem fel. A síksín fej és a hengeres acélkerék csökkenti a mozgáshoz szükséges energia mennyiségét. Ugye, mint aki látta már, tudja, a vasúti pálya sínfeje nem sík, hanem bizonyos kerekített idom, és a kerekek, a vasúti kerekek pedig kúpos alakúak, ezért több energia szükséges ezeknek a mozgatásához, mivel van egy bizonyos fokú eltolódásuk, elmozdulási szándékuk a sínfejen.
A síksínfej és a hengeres acélkerék ezt nagy mértékben kiküszöböli. Az innovatív húrsín szerkezete baloldali ábrán látható. Nézzük alulról fölfele. Van egy úgynevezett sintest, mely körbefogja a benne lévő alkotórészeket. Ennek fő eleme a húr, ami nem más, mint egy előfeszített acélhúzalpászma. Ez az, amiket a feszítőoszlopokhoz több száz tonna erővel feszítenek ki. Ezeket a húrokat egy rögzítőelem, egy armatúra fogja össze, ez rögzítésre kerül a sintesthez, majd a belső teret töltőanyaggal, a speciális betonnal töltik ki. És erre a sintestre kerül a sík acélsínfej felülre. És itt egy rövid kis animációt szeretnék bemutatni a húrsínekről. A Minszki Egyesített Tervezőiroda. A Skyway innovációs szállítási technológia és infrastruktúra fejlesztését a Skyway Technologies Corporate mérnök és tervező kollektívája végzi Minszk városában, ami Belorussziában található. Ennek az orosz nyelvű megnevezése a ZAO Strumie Technológia. Ez az Egyesített Tervezőiroda 15 önálló tervezőirodát vont össze és egyesített, ahol összességében több mint 100 konstruktőr dolgozik a Skyway innovációs szállítási rendszer fejlesztésén. És egy pici kis kitekintés a Skyway rövid történetére. A Skyway története 1977-ben kezdődik. Körülbelül 40 évvel ezelőtt Anatoly Junicki mérnöknek olyan ötlete támadt, hogy olyan planetáris szállítási eszközt alkosson, mely képes föld körüli pályára emelni minden egyes alkalommal, egyszerre több millió tonna szállítmányt rakéták felhasználása nélkül. Az ezt követő 10 évben termékenyen dolgozott a húr technológia első nemzedékének kidolgozásán. Miközben ezen dolgozott, rájött arra, illetve tapasztalta, hogy a világnak a szállítási rendszerekben forradalmian új megoldásokra van szüksége, többféle szempontból is, mind a gazdaságosság, mind a hatékonyság, mind pedig a környezetvédelem szempontjából, és ekkor fejlődött tovább az az ötlete, hogy az ő általa kidolgozott planetáris rendszer elemeit a földfelszíni szállításban is fel lehet használni. 2001-ben a Moszkva közelében található az Ozeriben, vagy Azioriben oroszosan megépítésre került a Skyway technológia első kísérleti telepe. A poligon a Krasznyarszki tartomány vezetésének, személyesen Alekszandr Lebegyev kormányzónak a megrendelésére és támogatásával készült el. A kormányzó saját alapítványából finanszírozta a munkálatokat. A Junicki Tudományos és Ipari Vállalat személyesen Anatoly Junicki volt az építés főtervezője és kivitelezője. Itt a húr technológia első nemzedékének teherszállítási megoldása került megvalósításra. A munkálatok során a személyszállítás, a teherszállítás, a közös teher és személyszállítás, speciális sínautók, húrsínek, közpillérek és feszítőpillérek, állomások, megállók, épületek, depók, második nemzedékhez tartozó teherterminálok, sokféle berendezés, alkatrészek különböző típusai és változatai kerültek megtervezésre. Különböző terhelési, időjárási körülmények között tesztelték a húrszállítási rendszer viselkedését. Kidolgozásra kerültek az üzemeltetés technológiája,
a szervizkiszolgálás és a kursének javítási technológiája. Több tucat találmány és több száz új know-how lett megalkotva. A telepen több száz kísérlet és teszt került végrehajtásra, rengeteg mérés és eredmény született. És 2009 között végezték ezeket az ellenőrző teszt vizsgálatokat ezen a kísérleti telepen. Itt a képeken az látható, hogy Moszkva megye kormányzója Boris Gromov személyesen kísérte figyelemmel a munkálatokat és személyesen látogatott el ide. Középső képen látható maga Alekszandr Lebegyev kormányzó, aki ezt a projektet finanszírozta, és elhivatott követője volt a technológiának. És a Moszkva megyei közlekedési miniszter első helyettese is Andrei Kokurin figyelemmel kísérte a munkálatokat, és személyesen győződött meg az eredményekről. Sajnos ez a kísérleti telep megsemmisült. A cég önmaga úgy nyilatkozik, pontosabban Minicki úr és környezete, hogy ismeretlen személyek ismeretlen helyre egyszerűen elszállították az itt felépített pályát és eszközöket. A háttérben valószínűleg a finanszírozás és az üzleti élet vitás kérdései voltak, melyet egyesek így próbáltak rendezni. És akkor nézzük meg a Skyway szállítási megoldásait. Ugye városi szállítás, teherszállítás és nagysebességű távolsági személyszállítás. A városi szállítás a városok, elővárosok, városok közötti és a repülőtér és a város közötti szállítás megoldása. Sebessége 150 km per órát is elérheti, szállítókapacitása akár a 168 főt, a szállítási távolság legfeljebb 200 km-re építhető ki, és így optimalizált. Jellemzője, hogy biztonságos, megbízható, forgalmi dugók nélkül gyors az utazás. A teherszállítás az ömlesztett áru, folyékony áru és darabos áru szállítására tervezett megoldás. Sebesség elérheti a 120 km per órát. A szállítási távolság akár 10.000 km is lehet. Itt egy minden lemaradt elnézést. Jellemzője, hogy biztonságos, nehéz terepen és zord időjárási körülmények között is üzemeltethető és üzemképes. És a nagysebességű távolsági személyszállítás biztonságos, nehéz terepen és zord időjárási körülmények között is üzemképes. Sebessége eléri az 500 km per óra, szállító kapacitása az 500 fő, és a szállítási távolság elérheti akár a 10.000 km-t is. Kényelmes, komfortos, biztonságos, minden időjárási körülmények között használható. És itt egy rövid kis videót mutatnék be.
A Skyway szállítási megoldások elemei a következők. Gördülállomány, pályaszerkezet, biztonsági és irányítási rendszer. A nagysebességű távolsági személyszállítás és a városi szállítás gördülőállománya a Unibus, mely egy automatikus önjáró modul AC-kerekeken. A nagysebességű távolsági személyszállítás magasvasúti, a városi szállítás magasvasúti és függővasúti változatban kerül kiépítésre. A gördülállomány rendeltetése a Skyway infrastruktúrán történő nagysebességű távolsági személyszállítás esetében a személyszállítás, a városi szállítás esetében a személy- és teherszállítás. Elektromechanikus meghajtású táphálózatról és vagy akkumulátorról üzemel. A pályaszerkezet egy előfeszített, folyamatos, nem megszakított hordozó húsin szerkezet, melyet tartószlopokon helyeznek el a projekt által előírt és a megrendelő által meghatározott magasságban. A pályaszerkezethez tartoznak még az állomások is, ezek a logisztikai terminálok. A biztonsági és irányítási rendszer rendeltetése, a gördülőállomány automatizált irányítása, az energiaellátás automatizált biztosítása, a különböző rendszerekről és alkatrészekről érkező adatok begyűjtése, tárolása és elemzése. Ezen adatokból olyan utasítások és vezérlések kiadása, melyek a rendszer és az összetevő elemek biztonságos üzemét támogatják. A nagysebességű távolsági személyszállítás alkalmazási területei a városok, régiók, országok, kontinensek közötti szállítás megvalósítása. A városi szállítás a városok, megapoliszok és elővárosaik egyedülálló infrastruktúrális megoldása. A nagysebességű távolsági személyszállítás szállítási önköltsége 5-ször olcsóbb a nagysebességű vasúti szállításhoz, a mágneses vasúthoz és a repülőhöz képest. A városi szállítás szállítási önköltsége 2-szer olcsóbb a metróhoz, 3-szor a villamoshoz és 5-szer olcsóbb az egysínű vasúthoz képest. És akkor nézzük meg a kétsínes nagykapacitású minibuszokat, és ezekről van egy kis animáció is. Tehát ezek a kétsínes unibuszok bemutatott modelljei. Egyesével megnézve őket, az U4221-es, ez hétfőszállítására alkalmas modul. A képen látható paraméterekkel rendelkezik, maximális sebessége 150 km per óra, nettó súlya 2900 kg, a bruttó súly 3440 kg, a szállítható súly 540 kg. Az U4220-as 28 fő szállítására alkalmas, ugyanolyan nettó súlya rendelkezik, maximális sebességgel. Mivel több személyt szállíthat, ezért már a szállítható súly 2800 kg. És egy Unibus Tandem U422T3, ez olyan, mint egy csuklós villamos, három kisebb modulból rakták össze, ez már 168 fő szállítására alkalmas. A nagysebességű, nagytávolságú minibuszokról sajnos egyelőre még videó, illetve ilyen animáció nem létezik. Ezt a két képet szeretném bemutatni a jelenlegi minibusz tervekről. Várhatóan ilyen vagy ehhez hasonló külsővel fognak rendelkezni.
És a unit rakkok, ezek a teherszállító eszközök. Erről is van egy kis videó. És akkor egyenként megnézve ezeket a unit trackokat, ez a tia majd javítva lesz, mert a felső sorban A-val értem véletlenül, de jobb alsó sarokban látható, hogy U-val kell írni. Ezen a képen az ömlesztett áru szállítására alkalmas modul látható. Űrtartalma 0,75 köbméter. Ilyen lehet az ömlesztett áruban a kőzetek, szén, gabona, illetve teljesen bármilyen ehhez hasonló jellegű áru. Ez az eszköz a folyékony áru szállítására alkalmas, űrtartalma 1 köbméter. Ez pedig a daragos áru szállítására szolgál. Belső űrtartalma 2 köbméter, az oldalán két ajtó látható, melyet felnyitva az áru behelyezhető bármilyen csomagolásban és kiszerelésben. Ezek pedig a unibike-ok, ugye erről is készült egy kis rövid animáció. Ezek az eszközök szabadidős kikapcsolódásra szolgálnak alapvetően. Arra tervezték őket. Ezek az eszközök, ezek a modulok abban különböznek, mint ahogy itt a feliratokban is látható, hogy 1, 2, illetve 3 férőhelyesek. Ugye a Berlin InnoTrans 2016-os kiállításon egy kétszemélyes unibike lett kiállítva, teljes méretben. Ugye ennek az a rendeltetése, hogy az utas miközben beül, egy pedál van előtte, melyet ha kíván használni tud, és ezzel az eszköz teljesítményét növelni tudja. Ez bizonyos mértékben egy sporttevékenység, egy kikapcsolódás, ugyanakkor egy interaktív képernyő található előtte, melyen bármilyen jellegű információval el tudják őt látni. Többek közt akár városnéző is lehet. És elérkeztünk az Ecotechno Parkhoz. Mi is ez az Ecotechno Park?
A Skyway Technologies Corporate jelenlegi projektje az Ecotechno Park megépítése, mely a Skyway innovatív technológiák gyakorlati megvalósításának nemzetközi szakértői és a hatósági engedélyeztetés központja. Az Ecotechno Park megépítése biztosítja, hogy a Skyway Hur technológia az elméleti síkon kidolgozott projektből jól eladható áruvá váljon. Az Ecotechno Park Belorussziában, Marina Gorka város közelében egy 35 hektáros területen épül. Így néz ki a madártávlatból a leendő kinézete a parknak. Egy nagysebességű városi, nagysebességű távolsági szakasz lesz, ezzel együtt egy kétsínes városi szállítási megoldás, egy egysínes könnyű városi megoldás, illetve a teherszállításnak lesz egy pályaszakasza. Ez a kép azért érdekes, mert itt különböző elemek vannak, és majd mindjárt bemutatom, hogy miről van szó. Ez az Ecotechno Park leendő létesítményeinek és objektumainak egy részét sorolja föl. Erre létezik egy önálló weblap is, amit szeretnék meg ezután bemutatni. De először nézzünk meg egy vizuális bemutatót az Ecotechno Parkról. Így fog kinézni az Ecotechno Park, mikor teljesen kiépül. Idén valamikor október-novemberben tervezi, hogy a könnyű városi szakaszt átadják. A többi szakasz a jövő év folyamán fog megépülni, és itt fogják végrehajtani a különböző teszteket, bizonylatolásokat, és teljes mértékben 2017 végére várható a teljes átadása. Itt láthatók a különböző objektumoknak és létesítményeknek a képei, melyek az előző dián számokkal voltak megjelölve. És akkor itt szeretnék bemutatni egy weblapot, mely szerintem sok mindenkinek ismeretlen. Egy kis türelmet kérek, míg elindul. Elsőre nem sikerült, most jön. Egy kis türelmet kérek még. Így, remélem mindenki látja, hogy ez nem más, mint a Ecotechno Park orosz nyelvű weblapja. Elérhetősége a skyway-park.com. És úgy, ahogy mondtam, latin betűkkel, tehát skyway-park.com. Sajnos csak orosz nyelven létezik ez a weblap.
semmilyen más nyelven nincs elkészítve, de ráhatóan meg fog jelenni magyarul. Közreműködésemnek köszönhetően ezt is majd szeretném utána bemutatni. Itt ez az ábra, amit kiemeltem. Ennek az a lényege, hogy egy-egy objektumra az ember ráviszi az egeret, inkább kiválasztok egy olyat, ami jobban látható. Ugye ez a fordító vég, és amikor az ember rákattint az objektumra, vannak teljes körű, tehát egy nagyméretű képe és a teljes körű leírása megjelenik, hogy mi is ez, mire szolgál. Érdekessége, hogy itt vannak a gazdasági alatok is alatta, történetesen ez 1.296.000 dollárba fog kerülni, egyetlen egy darab lesz belőle az Ecotechnoparkban. Ez egyben egy állomás is lesz az utasok beszállására, kiszállására, ami önmagában 864.000 dollárba kerül, és maga a feszítő fordító objektum 432.000 dollárba. Ezért 784.080 részvényt kívánnak értékesíteni ezért az objektumért, hogy ez megvalósuljon. És itt van egy olyan gomb, ami arról szól, hogy közvetlenül ebbe be lehet fektetni. Gyakorlatilag nem az objektumot lehet megvenni, hanem a társított befektetői társaságok weblapjai jelennek meg. Erről annyit szeretnék elmondani, hogy a Skyway befektetési partnerei a Skyway Capital, a Skyway Invest Group, az MLCI és a CIMEX. Tovább nézve a weblapot, különböző információkat lehet kapni. Itt külön meg lehet tekinteni az objektumokat. Rákattintva ki lehet nagyítani a képet, hát most pontosan ezt akartam. Nézzünk egy másikat, mondjuk ezt. Hova lett a Unibusz? Például egy ilyen, vagy pedig visszamegyek a mellette lévő kis i ikonra kattintva, föladja annak teljes leírását, illetve megvalósítási értékét. Gyorsan még megmutatom a weblap többi részét, akit ez érdekel, hogy az interneten keresztül el tudja érni. Unitsky úrról az általam elmondottak is itt vannak leírva a rossz nyelvön. Kik az Ecotechnopark vezetői és irányítói? Videó elérés és további információk. Ugye itt a szállítási megoldások nélkül beszéltem. És ha van még kérdés, akkor itt lehet további információkat kapni. Na most! Hopp, valami nem volt be jó. És ez így néz ki magyarul. Ez jelenleg a webem nem érhető el, ez csak az én gépem, nem működik. Ennek a megvalósítása, fordítása még folyamatban van. Tervek szerint a maga a kezdőlapnak egy része lesz itt lefordítva és működőképes. Alapvetően a beruházási lehetőségek és kérdések lesznek kihagyva, és csak műszaki részre fog hagyatkozni a weblap. És ilyen pontjai lesznek, hogy mi is az Ecotechnopark, mik ennek az előnyei. Itt vannak az adott objektumok, rákattintva lehet látni térlenyomatok. Légy a Skyway történelem része, lesz egy ilyen rész, ahol mint Hollywoodban a sztárok, itt a befektetők, a kiemelkedő befektetők kézlenyomatokat egy beton táblán, beton elemen hagyva, egy parkba lesznek kiállítva, nevükkel feltüntetve. Ugye a 0 kilométer kő, melyen Belorusszia térképe látható a világ, a földgömbön, a világban való elhelyezkedésével. Ez az úgynevezett 0 kilométer, innen fogják számítani a Skyway
szállítási rendszerek elterjedését. Ez a rácsos húrvágány szerkezet hosszanti rátolásának komplexuma, tehát ennek az a lényege, hogy itt fogják összeszerelni, és egy-egy összeszerelt darabbal utána előre tolva fogják megépíteni a szállítási pályát. Ez egy nyíltéri hegesztőkomplexum. Itt egy futódarú van, erről nincsen látványterv még. Csinálna. Ezt akartam behozni, ez pedig a gyártószerelőműhely épülete. Itt van ugye az említett fordító pillér és állomás is egyben. Itt lesz elhelyezve a Skyway Múzeum is. Ez a függővasúti városi unibusz, ugye a könnyűvárosi szakasz. Hát ez a kerékmotor, ez összekapcsolódva van vele. Egyvágányú függővasút közoszlopa, tehát ugye itt az egyvágányú vasút. Itt a teherszállítás feszítőoszlopa. A rástartós húrsimpálya teherszállításhoz. Ez a teherszállítás közoszlopa. Ez már volt. Park lesz, ahol ökológiai eredményeket is akarnak majd agrár és egyéb termékeket bemutatni. Ugye, aki volt kint tavasszal az Ecofesten Minskben, az személyesen fát is ültethetett, hát az ők fáik is itt ebben a parkban vannak, névvel feltüntetve, és az ő fájuk is ezt a parkot fogja étkesíteni. Itt lesz egy tó ökoszisztémával, ez a főbejárat, ez pedig egy innovatív húrkerítés, amelyről még egyelőre minimális információk vannak. Itt az építmények lesznek elérhetők magyar nyelven, ez még fordítás alatt van. Ugye, mint az előadásban elhangzott, miként változtatja meg a Skyway a világot, illetve a szállítási megoldások, arra kattintva részletes információ fog előkerülni. Egyelőre még fordítás alatt van, illetve még nincs publikálva, tehát az interneten nem érhető el. És egy kis türelmet visszamegyek a bemutatóra. Tehát ez az Ecotechnopark. Ez az, amire a kisbetett fektetőket megszólították, és várják befektetéseiket a Skyway Capital, vagy más lehetőségeken keresztül. Ugye mi a Skyway Capitalnek vagyunk a tagjai, és ezt erősítjük, úgyhogy elsősorban ezt emeljük ki. És még egy apró kis információ. Ugye arról szoktunk beszélni, és azt szokott elhangzani, hogy a Skyway egy nemzetközi cégcsoport, ennek tagjai a Skyway Technologies Corporate, a Global Transport Investments, a Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding Limited, a Unisky Corporation, a Skyway Invest Group, a Skyway Capital és a ZAO Unibus. Ennyi lett volna a mai előadás. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Igyekeztem minél több információt összesűríteni, de remélhetőleg még egy kicsit tudom majd bővíteni ezt az anyagot. Amennyiben valakinek kérdése van, állok elébe, megpróbálok válaszolni rá. Akinek pedig nincs kérdése, illetve gondolja, hogy köszöni szépen, ennyi elég volt, akkor elköszönök azoktól, és jó éjszakát kívánok azoknak, illetve aki marad, attól várom a kérdéseket. Természetesen azért készül el a weboldal, hogy utána közkincs legyen, de addig, amíg nincs kész, addig nincs értelme publikálni. Úgy látom, hogy nincs több kérdés. Még egy picit várok, hogyha netán valakinek van kérdése, egy-két percet, ha nem, akkor utána
be fogom zárni a webinárt. Nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet és jó éjszakát.